Ha olcsón szeretnék coint vásárolni, akkor látogass el a FIFA Coin Zóra, és használd a KFIFA kódot 15% kedvezményért. Hello, sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk egy mai speciális Hello Mini videóban. Ugye az előző videóban, amit még nem láthattatok, vagy nem tudom mikor lesz föltéve, valószínűleg ez lesz hamarabb. Nyitottunk egy ilyen speckó csomagba, egy ilyen kölcsön csálhanó glút, aminek eljött ideje, hogy így hát meg legyen dobva a statjai. Elég durva, hát nézzétek meg, ugye 5 csillagos gyengébbik láb, 4 csillagos trükkmozdulat, ugye a török vadállat, 82-es futás, 96-os lövés, gyerekeket, erre nagyon kíváncsi leszek, 85-ös passzolás, 86-os labdavetés, 82-es fizikum, tehát iszonyat jó kárt, 89-es tényleg. Ugye minden játékos ilyen kapja a boostokat, alapból ugye 82-es vagy 81-es körül van. Csináltam gyorsan egy ilyen kis csapatot, van több kölcsönjátékos is, hát ugye PS-ben vagyunk szűk a keret, meg igazából azért vannak ezek a szarok, hogy használjuk. Ugye itt van Martial, itt van Keita, és itt van még egy Inform Modeste is. Úgyhogy srácok, hát kíváncsi leszek el a csárhanúról, nagyon durva statjai vannak. Írjátok meg, hogy nektek melyik ezek közül a boostolt játékosok közül a kedvencetek. Megmondom, még egyet szeretnék csinálni, de az picit különlegesebb lesz, egy ilyen játékos bemutatót, vagy egy ilyen játékos őrületet. Úgyhogy akkor nézzünk is egy meccset. Na hát igazából mindenki föl van töltve, itt teljesen cserejátékosok, meg ilyen próbajátékosok. De tényleg, hát ezért vettük így a FIFA-t, hogy ezeket ki tudjuk próbálni. Nézzük is meg, igazából egy ilyen informátikusnál, meg tudjátok, nem nagyon szoktam többet játszani, mert megunom őket, meg ilyesmi. Nem is tudom, ki volt a legjobb, vagy akit a legtöbbet használt informátikusom. Na mindegy is, nézzük meg az ellenfelünket. Nincs még meg az a mez, mármint az a Halloween-i, de hát akkor nézzük is meg, mit tudunk most csinálni így. És akkor hajrá. Az jó csapat ez, tehát most bármit mondunk, van egy lassabb középpályásunk, na mindegy. Ú, ellenfélnek egy, hát szerintem egyik legjobban összetehető francia csapat. Az Inform Balotelli azt mondják iszonyat jó. Itt csinált egy videót, hogy mi ez a lólós vörkéte, igazából aztán egész jó. Lukasz ott van, másik kedvenc játékosom, Cavani, nem tudom mi lett a FIFA-ba, de jól néz ki az ellenfél csapat, és volt egy Informja is. Úgyhogy akkor hajrá, nézzük meg mit tudunk csinálni. Sárhanugló elől. Föl is teszünk magunkat támadóra, hogy jó legyen minden. Srácok, előre mondom, november 17-től kezdünk live-olni. Vagy nem az nap. Hát megjött a Halloween-i őrület, első jele. Szóval, november 17-től egy gépfejlesztés is benne volt, ugye, vagy nem tudom. Elbizonytalanodtam, hogy megírja, mert egy elég nagyobb összeg jött ki, amire én számítottam. Na mindegy, nem tudom, hogy lesz, de az biztos, hogy november 17-ét újra kezdünk live-olni. Ami meg úgy szép lesz, meg ide most már. És az egy szöglet. November 17-e után egy visszatérő live jön majd egy ilyen, nem tudom, hogy tudom megoldani, de azután lesz egy ilyen nagyobb 6-8 órás live, amiben nem csak FIFA lesz, valószínűleg meg fogom venni oda a BF1-et, nekem az játék nagyon tetszik, igazából útkos úgy voltam vele, hogy megveszem. Érkező! Nem. Azonban ezek a beadások nem annyira OP-k, mint régen, tehát régen lazán be tudtál rúgni egy ilyet. Na most mindegy azért. Na, nézzük a csálhanugló hol van. Ujj, de szép. Ilyeneket tudsz vele. Hát ez most nem jött össze. Pedig azt mondták, ezek a kártyák bármit meg tudnak csinálni. Távoli bombát próbáljunk elereszteni ezzel a víztel. Csak úgy labda legyen nála. Gyere, 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 gyere. Jött a trap. Az jó. Gyere, 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 gyere. El tudunk menni, Rashford, Rashford, osszúba, osszúba. És mit véd a trap? Hát nem hiszem el a meccs legnagyobb helyzettel, kivéve a gól, mert az ugye bement. Így. Szem, labdájön be, az még jó lehet. Ott van érkező, nincs érkező. És végképp szar. Inkább taktikásabb. Hú, hogy fut, hát ott 50-es tempói védőm. Tehát ő se itt a legkirályabb, nem rúgta be. Csálhanuglu. Kerül oda hozzá, de nem. A labdasakra oda menjen, mert hozzáér, az kidúran olyan erős. Hogy akkor tudna rugni, az ellenfél is távolról próbálkozik. Na most már mi is rúgunk egy távolról, hogy az ellenfél hagyná. Szem gyors szintén, jó, nem nekem van kitalálva. Na most már picit viszont. Menjél! Lövésére kell rámenni, mert az nagyon felbusztolva. Csárhanuglu, gyere, gyere, gyere! Ott egy lövés elelesztettünk volna. De egész meccsem arra fog rámenni, hogy én most ezzel lőni próbáljak. Az ellenfél is tudja, hogy annyian mennek rá, amikor úgy helyzet van.
Ezt nem tud... Olyan, így megbotlik mindenki! A energia mezejétől vagy mi van? Az éjjel föltött egy ilyen videót, ott mindenki úgy néz ki, mint egy ilyen mosott volna a paksból és kb. Az atomag mellett lett volna, vagy nem tudom. Mindenki így villogott. Na hát jobban játszunk, vagyis nem. Az ellenfélnek 8 lövése van, nekünk 2. Bírom, hogy a Windows-on elsötétül. Gyerek, ez a Windows 10 egy szar, most komolyan itt is próbáljuk felvenni. Alak, írom már meg könyörgöm, mert én még nem láttam. Perifériáim ugye mind világít, mert mit tudom én, ilyen billentyűzetem is olyan, meg mindenem. Az AR Media minden szar. És egyszerűen a Windows, az amikor lekapcsolom, nem uffolja ki ezeket, tehát megy beléjük az áram és világítanak. Mindegyik. Én még nem láttam, éjszaka. És gondolj bele, hogy full sötét a szobámban, de közben nem, mert mint ha, mit tudom én, diszkóban lennék, minden világít. És a másik ennyi a fő problémám igazából. Tehát én nem is láttam még ilyet egyik fórumon se, de gyerekek, könnyen valaki ilyen nagy számítás technikai gurú, írja már meg, hogy mi van. Tehát, hogy én még nem láttam. Csállalongru! Ne rúg be! 80-as lövés! Vagy 96-os! Na, végre tudott rúgni. De így is jól lehet. Lövés! Ott van, ha nem kezelt az ellenfél. Hát aki őt megállítja, akartam mondani. Így van. Nem volt a szabálytalan? Mekkora mocsok a bíró. Próbáltam megtolni. Ott van, Modeste! Mi van? Egy-egy, ha nem is Csálhaló Groups. Akkor a másik inform 83-as Modeste verukta. Ha jól tudom, a környjátékosa vagy az volt? Ha nem, akkor visszamondtam. Elhasztottam mindenit. Na, csak sikerült eldönteni a mérkőzést. Köszönöm a Facebooknak, hogy valaki ír. Hoppá. Igen. Gyerekek, sajnálatos telefont föl kellett fennem, és nem tudtam megállítani a játékot, az ellenfélnél volt vég a labda. Ugye ennyit ért az, hogy mi rúgtunk egy gólt, és rúghatunk még egyet. Ott van! Micsoda! Ennyi! 2-2 sikerül kiegyenlítenünk. Rashford volt, hogy Modesta volt, nem láttam. Gyönyörű játék, na csak működik még ez a beadás, most tudsz. Rashford, a két csatár már eredményes. Most az álmodó középpályásunknak kéne. Csálhanuglu. Egyszerűen mindenki fölrúgja. Nyilván ott cselezni fel, akkor is. Nem van itt, nem tudom. Az jó, most gyönyörű. Kejta. El lehet dönteni? Nem igaz. Jött, gyorsan jött ki a kapus. Legalább szöglet. Hosszúra rúgjuk kapusé, vagy nem? Le tudja húzni? Kiesi a kezéből kapus támadás, gondolom. Igen, 80. perc, marad a 2-2. Cavani most el tud menni, basszus? Nem hiszem el tényleg. Tehát egy ilyen mindenes pest. Az lesz cím, hogy Halloween őrület. Nem lehet mit tenni. Hey, Cavani. Na jó. Hogy pattan oda vissza? Jó meccs az biztos amúgy. Picit fáradtan is, de tartjuk magunkat. Jó, gyere! Modeste! Gyere! Piros lapál is kispori léci. Úgy van. Ez most még itt jó lehet. Tökéletes. Switch kamera. Picit lehet erős. Lesz! Elemen neki. Hát, igen. Ellenfél cserél, már most cserélnek kell, mi is cserélünk. Csálhaluglu megőrülés, a csatárba végképpen módosul. És ez még egy utolsó lehetőséget jelent, innen egy kontrából, ha az ellenfél nem fejeli be. Jó, most labdát vesz itt. Gyerünk. Csálhanuglu. Menjél. Rashford, gyors vagy, leggyors játékos csapatban jelen pillanatban. Beadás. Miért oda basszus? Na és srácok, hát ennyi lett volna ez a Halloween epizód, még 1-2 várható, az biztos. Viszont az már PC, mert ott több coin-t fog valahogy szerezni, vagy nem tudom, attól függ még kit kapok. Iratkoztok fel a csatornára, ha még nem tettitek volna, ugye most már működik a mobilosoknak is ez a záróképernyő dolog, megtaláltok korábbi videókat, meg ilyesmi. Köszönöm szépen, itt voltatok, dobjátok egy lájkot, lejjetek velem a következő résztél is, sziasztok!